A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén összességében 2 cm hó esett le az elmúlt napokban a vízgyűjtő és a síkvidéki területen. A magasabb helyekben 8-10 cm-es a hótakaró. Ez a csapadék mennyiség vízhó egyenértékben a sok éves átlag körülbelül egy harmada, tehát jelentős árvízveszély nincs. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint már a hétvégén jelentős mértékben enyhül az időjárás, az éjszaka folyamán nem süllyed majd nulla fok alá a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy olvadás lesz a folyók mentén, sőt ehhez még további csapadék is társulhat, eső-hó formájában. Ez nagy valószínűséggel le fogja hozni a vízgyűjtő területről ezt a kis mennyiségű havat. Ebből kialakulhat egy kisebb nagyságrendű, körülbelül egy, maximum másfél méteres árhullám, de miután jelen pillanatban folyók rendkívül alacsony vízállások, ezért jelentősebb árvízi mint ez a kisebb vízszintemelkedés nem fog jelenteni. Egy nagyobb mennyiségű csapadék lehullása vagy olvadása sem okozna belvizet, be, mondta el a szakember, hiszen egész évre vonatkoztatva inkább száraz mint csapadékosabb a klíma, tehát a talaj egy nagyobb vízmennyiséget is képes befogadni, le tud szivárogni a víz. A vízügyi igazgatóság 24 órás műszaki ügyeletén folyamatosan figyelik az időjárási helyzetet, a folyók állapotát itthon és Ukrajna területéről is érkezik az információ. A folyóknak a, a jéghelyzetéről el lehet azt mondani, hogy a Tisza folyón Záhony és Tokaj között jelen Pimardba itt a hidegidő hatására beállt a folyó. A jégnek a vastagsága nem túlságosan nagy, tehát a jégem való tartózkodást semmilyen módon nem ajánljuk. Tilos a jégre menni a is, ami befagyott, de vékony a jégrétege. Záhony és Tiszabecs között és a szamoson pedig nincs összefüggő jégtakaró.